Gyönyörű, szépséges muzsikával kezdődött ez a mai hangverseny, és tulajdonképpen, ha indokot kellene találni, hogy miért választottuk Henry Purcell muzsikáját, akkor rögtön az első néhány perc zenéje választ adott arra, mert nagyon színes, nagyon szép, nagyon lendületes. Pedig igencsak régi zene ez, 355 évvel ezelőtt született a zeneszerző Angliában, és hát az igencsak nagyon régen volt. A zene azonban segítségül van egy ilyen hatalmas időtávlatnak a kitöltésére is, nem véletlenül lett a mai hangverseny címe Zenei utazás. Először is könnyű utazni az időben, pillanatok alatt tudunk több száz évet is visszamenni, mert a muzsika ezt megengedi, és a muzsikusok eljátszák, és a régi zenét is ugyanúgy tudjuk érezni és élvezni, mint a ma született volna. Másrészt pedig a zene segít abban is, hogy repülni tudjunk egyik országból a másikba. Így tehát most Gödöllőről Londonba látogatunk el, és sőt, mi több, ha a történetet is figyelembe vesszük, amely majd életre kell a színpadon, az viszont Athén dombos, dimbes vidékére viszel bennünket Shakespeare meséjének az alapján. Mielőtt azonban szólnék néhány mondatot a szerzőről és a műről, meg lenne egy kis meglepetés is a kedves zenebarátok számára, szeretném bemutatni a mai délután közreműködőit. Talán így is mondhatnám az idegen vezetőket, akik a zenei utazásban a társaink lesznek. Hát először is a Gödöllői Szimfonikus Zenekar, az ő hangjaikat, az ő játékukat hallottuk az első percben. Aztán itt van a Gödöllői Szent Norbert Premontrei Gimnáziumnak a vegyeskara, karigazgatók Maga Judit és Kosics Csaba. Valamint természetesen a gimnáziumnak nagyszerű szólistái is, név szerint Kocsis Csaba, aki nem csak karnagya lesz az előadásnak, betanító karnagya is, majd ilyen minőségben is találkozunk vele, hanem szólistája is, valamint a gimnázium két magas osztályú növendéke, Vida Bernadett 11. osztályos és Kis Mária 10. gimnazista osztályos, ők énekes szólista szerepben lesznek. Aztán ott lehet látni a színpadnak nekem a jobb oldalán, nektek és a kedves zenebarátoknak a színpad bal oldalán, kiemelve két szólista, mind a ketten
azt a szerepet töltik be, amelyik a régi zenében nagyon-nagyon fontos volt, míg szalad, rohangál a dallam lassan vagy gyorsan, mélyen vagy magasan, az alapot, a biztos alapot a cselló kontinuó, amelyet Bálint orsója kelt életre, és a villany orgona, amelyet Balogh Piusz tagozatvezető, igazgató helyette zenei vezető, szintén a gimnáziumnak a tanára fog megszólaltatni. Sőt, mi több, nem véletlenül ilyen nagy itt a tér, a zenekar nem véletlenül van a színpad közepére behúzódva, ugyanis Csúlya Gergely és Széphalmi Júlia táncművészek közös koreográfiája is időről időre megjelenik majd, és örömet fog szerezni. Látni fogjuk majd folyamatosan a diaképeket. Most éppen Henry Purcell legismertebb portréja látható. Szűcs Ágnes az, aki ezeket a diákat készítette, és ő is vezeti majd, hogy mindig a megfelelő helyre kerüljenek, ne csak a képek, hanem az angol nyelvű előadás folyamán maga az énekelt szöveg is magyar fordításban. És hát természetesen Ménesi Gergely karnagy úr, aki az egész előadásnak az irányítója, motorja lesz, ő az előadásnak ma a karmestere. Egykoron ezt a szerepet Henry Purcell töltötte be, aki már gyermekkorában is zenével foglalkozott, a királyi udvar gyermekkórusának volt a tagja, később, amikor már nagy lett, akkor a felnőtt kórust irányította, zeneszerzéssel foglalkozott, karmesterkedett, a Westminster apátság orgonistája is volt, tehát tulajdonképpen ugyanazt a szerepet töltötte be később, amit édesapja Thomas Purcell korábban ellátott. Az akkori királyok második Károly és második Jakab voltak. Arról voltak nevezetesek, hogy nagyon szerettek költekezni, ugyanakkor nagyon szerették a színházat, ezen belül is a zenész színházat. Nem véletlen, hogy Henry Purcell életében a megrendelések, a királytól érkezett megrendelések, akár hangszeres darabokra, akár pedig zenés színdarabokra igencsak bőségesen érkeztek. Hogy el tudjuk helyezni, hogy mikor is élt kedves zeneszerzőnk Henry Purcell, annyit szeretnék mondani, hogy amikor ő megszületett és életének jelentős szakaszában Magyarországon épp a törökök tartottak ilyen látogatást, ilyen hosszú, több évtizedes látogatást. Tehát Magyarországon akkor éppenségen a törökök voltak. Európa szerencsésebb részén nem a törökökkel viaskodtak, hanem egész egyszerűen válogatni tudtak a jobbnál jobb szerzőkben és a zeneművekben is. Mi volt akkor a nagyon divatos dolog a zenén kívül? Mert a zenét imádták az emberek. Merem azt mondani, hogy Angliában mindenki muzsikált. Ha valaki egy étterembe ment, egy fodrászhoz ment, egy hajón utazott, egy baráti társaságban, vagy énekeltek, vagy gitároztak, vagy hegedültek, de mindenképpen a zene szólt. Akkor rendkívül divatos volt a porcelán. Akkor jött az divatba. Aztán nagyon divatos volt olyan, mint manapság az MP3, vagy pedig a laptop, hogy így nevezzük ilyen magyarosan, az óra. Aztán megszületett a mikroszkóp, és természetesen a távcső. Ez akkor az igazi slágerek, nagy slágerek közé tartozott. És hogyha már az éneklésről esett a szó, most itt lenne a nagy alkalom, hogy megkérjem a karnagy urat, Kocsis Csaba karnagy urat, hogy jöjjön ide a színpad közepére, hagy ismerjék meg a kedves zenebarátok, és egyúttal az ő megjelenése egy szíves felkérés is lesz arra, hogy a rövid főpróbát követően, amire most kerül majd sor, az előadás folyamán már nem Kocsis Csaba vezényletével, hanem Ménesi Gergely irányításával az ő jelére a kedves zenebarátok nem csak utazók, nem csak hallgatók lesznek, nem csak élvezői a programnak, hanem valamennyik örömére remélhetőleg a közreműködők is. Szeretettel köszöntök én is minden apróbb és nagyobb közönséget. Most egy halált megvető dolgot fogunk megpróbálni. Angolul fogunk egy kicsit énekelni. Gyönyörű dallamok vannak ebben a
szemioperában, ebben az operában, és kérjük szépen a Kottát, hogy oda lehet-e lapozni. És ha minden igaz, nagyon sokatoknál van is Kotta, úgy kezdődik, hogy May the God. Ez stimmel? Úgy megtalálható nagyjából? Nagyon szép dallama van. A nehézség az, hogy angolul van, de hamar legyőzzük ezt. Így szól. May the God of thee inspire the sacred nine to bear apart and the blessed heavenly choir should the utmost of their art. Ez az első fele nagyon-nagyon egyszerű. Csak bonyolultnak tűnik. Ilyen általában fordítva van, de ez egyszerű dallam. Próbáljuk először úgy, hogy ellalázzuk. La la la. Rajta. La la la. Szerintem ez nagyon-nagyon szépen szólt. Most jön a könnyebb része, tegyük rá az angol szöveget. May the God of wit inspire. Próbáljuk meg. May the God of wit inspire the sacred night to bear the heart and the blessed heavenly choir should the utmost of their art. És nagyon-nagyon szép. A dal a második fele egy visszhangjáték. Ismétlődik ugyanaz, egyre halkabban. Vajleko, sharing sounds remote, repeat each note, repeat each note, vajleko, vajleko, echo, vajleko, vajleko, echo. Sharing sounds remote. És így folytatódik még, és azért nem folytatom, mert szerintem ezt el tudjuk közösen is énekelni. Ettől a while echo a visszhang résztől. Próbáljuk meg. Erről angol while. Hajrá! While echo, while echo, sharing sounds remote, repeat each note. Szép, köszönöm szépen, ne felejtsük, hogy ekkor a tündér királynőnek éneklünk, éppen mi is a tündérek karával. És amikor a darabban ez felhangzik, ez a tétel, bátran kapcsolódjunk. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük a tanár úrnak a segítséget, és természetesen Gödöllő legnagyobb kórusának a közreműködést, ami azért csodálatra méltó, mert néhány perc után már a produkcióban is részt fognak venni, remélhetőleg nagy sikerrel. Mint ahogy már említettem egy-egy mondattal, most még egyszer megemlítem, hogy a Vörszül a Tündér királynő című operájának a szövegkönyve tulajdonképpen Shakespeare
a Szent Ivánéi Állam című mesés játéka alapján született. De mivel a történetnek csak a töredékei vannak benne a szövegben, hogy idő maradjon a hangszere zenére, tehát a zenekari játékra, idő maradjon a táncra, idő maradjon a szólóénekre és a kórusra, ilyen módon a történetnek a címéül végül is a Tündér királynő címet választották, mert nem lenne igazságos, hogy a Szent Ivánéi Állam címet viselje, mikor a történetnek csak egy része az, amelyik a shakespeare-i darabból életre kell. Ilyen módon lesz tehát Tündér királynőnk, ez nem más, mint Titánia, lesz Tündér király Oberon, lesz Zuboly, aki szamárfejet kap, aztán lesz egy része költő, lesznek tündérek és egyéb mesés alakok, de hát ez lényegesen kisebb, mint az a szöveg, amely Shakespeare darabjában megtalálható. Az én szerepem a következő percekben már csak arra irányul, hogy néhány mondattal, szavakban segítem a történet menését, azt követően a zenekari játék, az énekszólók, a kórus és a tánc fogja elringatni a kedves hallgatóságot, és elvinni abba a varázslatos zenei világba, amely Henry Purcell zenét jellemzi, és ami miatt az ő művét, még hogyha nem is teljes egészében, de úgy döntöttük, hogy ma megmutatjuk kedves minnyájuknak. Az Athén melletti erdőkre leszáll az éj. Titánia Tündér királynő ráparancsol tündéreire, hogy tánccal szórakoztassák őt. Thank you.
A daluló, táncoló, tündérekre vigyázó őrszemek egy becsípett költőt visznek a királynő elé. Addig csípkedik, míg bevallja, hogy ő csak egy rossz rimfaragó, ócska fűzfa poéta. Erre elengedik. I confess. I'm very, very, very
not to not to not pinch me so. But the poor dear Davir, let me, dear Davir, Davir, let me go. And as I hope to better face, and as I hope to better face, I write a sonnet in thy praise. Tündérországban ünnepre hívják a múzsákat. Vidám hangjukat még a barlangok is visszhangozzák. Thank you.
Tündérországban mindenki érti a madarak énekét, sőt, a tündérek dalolval járják az erdőt, éppen úgy, mint a madarak. Csodálatosan éneklő, szimbolikus figurák, az éj, a rejtelem, a titok és az álom suttogva lefogják Titania tündér királynő szemét, hogy álomba ringassák. Miss Island.
Oberon tündérkirály varázslatára Titánia tündérkirálynő beleszeret Zuboly Atédi Takácsba, akinek a nyakára Oberon szamár fejet bűvölt. Titánia felszólítja udvarát, hogy hódoljanak új kedvesének. Közben csodalények lepik el a színpadot. Ezt az erdei felvonulást Titánia rendezi Zubolynak. Úszóhattyúkkal, mozgófákkal, riadt tündérekkel és zöldruhás vademberekkel. Thank you.
Történet végén Titania kibékül Oberonnal. Ekkor a pompás zenekari szimfónia hangjaira felkel a nap, és a zene is a születésnapját ünneplő Oberont köszönti. Az égből alászáll Apollon, és jó kívánságaikkal jön a négy évszak is. Ők az élet forrásául szolgáló fényről énekelnek, majd ők is hódolnak az istenségeknek. Thank you.